mondhatnék még a költészetről? Hát én talán azt, hogy ugye a poézis az segítségével önmagunkkal és a világgal különleges, bensőséges viszonyba kerül. A költészet a lét minden jelenségének emberi arcot, és ami körülöttünk van, azt, mint nekünk valót mutatja meg. Hogy ez is varázshatalmi eszköz, a szorongás és a sivárság. Szebbik ének, ünnepi létforma. Általa szellemi-lelki értelemben elsajátítjuk, birtokba veszük mindazt, ami egyáltalán számunkra adva létezik. Úgy gondolom, hogy a költészet által mélyebben, teljesebben, intenzívebben nyújtják a létezést, és közben gyönyörködve megtapasztaljuk lelkünk erejét, szépségét és szabadságát. Mert nem csak valami tükrözésről van szó, hanem annak az átéléséről, amit bennünk a legjobb, a legszebb és a legtökéletesebb. Én most már elég öreg vagyok azon, hogy elgondolkodjam azon, hogy miért is élünk, mi a dolgunk a világban. És örömmel jelenthetem, hogy rájöttem. És amire rájöttem, azt mások is használták, alkalmazhatják. Szerintem az a dolgunk, hogy megvalósítsuk önnön tökéletességünket, azaz legjobb lehetőségeinket, és segítsünk másoknak is abban, hogy ugyanezt megtehessék. No, ehhez a költészet úgy hiszem nélkülözhetetlen eszköz. Most pedig ugye következik majd a program, ami teli lesz verseléssel és muzsikával. A következőképpen fog kinézni a dolog, lehet, hogy lesznek is ügyetlenkedések, ottatozások, mert nem próbáltuk el, és ugye hát a közönség is, a közönség soraiból is bárki szerepelhet. Először Úr Jánosnak adom át a helyet, ugyanis itt az ő különös műveiből vetített kiállítás volt már korábban is látható. A János valamiféle vallomás lesz, és szavalgatni is fog a verseiből. Aztán János nekem adja át a szót, hogy elmondjam egy versét, tehát mindig rám kényszerít, mert röskeli elmondani, mert olyasmiről van benne szó, úgyhogy inkább ide vállaljam én a pódiumot. Aztán Barna József következik, úgy terveztük, csak közbeszóltattak az égi hatalmat, hogy a frissen megjelent verses kötetét mutatjuk be, de az még sajnos a nyomdában van. Tehát elkésett, de kéziratokból hárman itt azonban majd prezentálják ennek az anyagnak a lényegét. Ezután következik a verset, úgy mondta is, akkor én majd mondok egyet, és a körtagjaiból, meg a közönségből bárki kijöhet, és szavalhat itt bármilyen verset, sajátot is, idegent is, amit ő jónak, szépnek, értékesnek tart, azt itt elmondhatja. Aztán fogok majd könyvjutalmakat is osztogatni, van egy sok ügyeimben bent. Majd közben, az események között, meg fogjuk szakítani a folyamatot, Kasó Tibor fog zenélni a Versbarátok klubjának, meg más költőknek a zene szárnyára vett a valitmódjait nekünk előadni. És amikor már úgy tűnik majd, hogy mindennek vége van, akkor nem, ez nem igaz, mert akkor lehet egy kicsit eszegetni, szopatni, be kell menni. Sőt, utána táncest következik. Bölcsföldi Ferenc, aki egy profi zenész, azt fog minket szórakozni, talpalávalót húz, és remélem, hogy táncra is kerekedünk, annál is inkább, mert a költészetnek meg a táncnak ugyancsak nagyon szoros a kapcsolata. Azt mondja Vörös Sanyi bácsi, hogy olvas verseket oly nyelveken is, amelyeket nem értesz, lehetőleg ismer kiejtésüket, eredeti hangzásukat, így eljutsz oda, hogy anyanyelved
verszöveken itt is olvashatod majd a tartalomtól függetlenül is. A versek belső igazi szépsége, testtelen táncát csak így élheted át. És itt jegyzem meg, mint irodalomtanár, az irodalomtanítás kritikáját nagyon röviden. Úgy hiszem, az óvodások még nagyon szeretik és élhet. Az iskolában valami tökéletesen elromlik. Úgy hiszem azért, mert racionálisan közeledünk a költeményekhez, nagyon elemezzük őket, holott Karinthus is azt mondta, hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt, versben mondom, hogy jobban megjegyezd, most tedd füledbe és szívedbe el, az értelmét majd megtudottan kell. Amikor egyszer olyan helyzetbe kerülünk, és most akkor át is adom a szót Jánosnak, aki már itt egy szúrós pillanatásokat vetett rá, hogy kurtítattam az idejét, na de hát remélem, hogy egy kocsikával jobban.